Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekelcsés tekintet. Én Pál Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Hajnali háztetők! Dömölki János 1986 A példázatos művem, az igazi művész, a történelem ellenére kitört hivatása és szerelme mellett míg az életművész mindenben megalkuvó. A hajnali háztetők csodáját mégis az utóbbi látja meg. Noha az előbbi készít belőle festményt, kisregényt, majd filmet. Hmm, nekem kellett volna kezdenem, mert a te hangod mélyebb. Két férfi útja és határai, iskolákon, barátságon, nőkön, zsarnokságokon és árulásokon által jelenig a jelen utáning a festményhez, festményekhez, amely elvezet, visszavezet bennünket a határhoz, iskolához, nőkhöz, és a zsarnokságokon át a határokon túlra. Értetted? <laughs> Majd még egyszer meghallgatom. Ottli Géza írta a kisregényt, a magyar irodalom géniusza a 20. századi irodalom egyik meghatározó alakja. A főműve ugye az iskola határon, amit többet is próbáltak megfilmesíteni, de a hajnali háztetők című kis szerencsére végül sikerült Dömöl Kiánosnak. És hát szokták mondani, hogy minden műve az iskola határon. Eleje, közepe vagy vége, utózöngéje. És nekem is végig ez volt az érzésem, hogy tulajdonképpen mi azért beszélünk erről a filmről, mert nem tudunk ottlikról, itt méltóbb helyen beszélgetni. Persze kérdés, hogy méltók leszünk-e. Hát, ha egyszer valaki megfilmesít az iskola határon, ha egyáltalán megfilmesíthető. Minden eset, ugye 59-ben jelenik meg az iskola határon, és a, hát a pályakezdő, és éppen az egyik filmjével hatalmasat bukó Jancsó Miklós jelentkezik, hogy ő megfilmesíteni, de ott elzárkózik. És ugye utána megcsinálja a szegény legényeket Jancsó Miklós. Milyen érdekes belegondolni, hogyha a zsarnokságnak a természet a rajzát nem a szegény legényekkel, 19 század közepi forradalmi megtalás, hanem ezzel az iskolai környezettel ábrázolta volna a Jancsó. Na, de akkor ez ugye előtte levő mű, nem? A hajnali háztetők, mert van 43-ban írja, Igen. aztán 57-ben kiadja. Igaz, az, az iskola is azért nagyon sokáig tolla alatt tartja. a nyomdából egyszer, és még tíz évig írta. És aztán úgy készül ez a film 86-87-ben, hogy használja a hajnali háztetőket, vagy arra épít, de bizony bevesz idézeteket, mondatokat a prózából, vagy a akkor formálódó budából. Meg az iskola határomból. Megotlik életrajzi elemeiből. És hogy ez fontos, hogy nem csak Dömöl írja a forgatókönyvet, hanem Ottlikot sikerül erre rávenni, tehát közös alkotók. Igen, maga Ottlik egyébként megfilmesíthetetlennek tartotta a legtöbb művét, de mégis itt beadja a derekát, és ő maga is részt vesz az alkotói folyamatban, és még olyan részek is belekerülnek a filmbe, amelyet nem is Ottlik írt. Tehát Mártának az alakja, mondtad, hogy hmm. a alak az a Budából van ide emelve, igen, de amit történik vele, az, azt Dömölkivel együtt ötlik itt ki, illetve hát az Ávósok megjelenése, meg Józsinak, az íróbarátnak az alakja is ilyen. Uh -huh. De most ez fontos elmondani, hogy nem mozifilm, hanem a magyar televízió produkciójában egy. TV film vagy TV játék? Igen, bár uh, indult a filmszemlén, és moziban is játszott. És még díjat is kapott. Noha nem a rendező, meg nem a forgatókönyvíró, hanem a főszereplő kapta a díjat, illetve az operatőr, aki hmm. nem kisebb alak, mint Koltai Lajos. Na, szóval nagyon nehéz volt Dömölki János feladata, mert hogy gyakorlatilag az írólapra gépelt vásznat kellett volna vagy kellett neki tekertre forgatni. <laughs> Ez is lehetett volna első mondat. Ugye eleve a festészet áthelyezés az irodalomban se könnyű, és akkor még ezt az irodalmasult festészetet filmművészetbe rakni, Gruneway legyen a rendező a talpán, aki ezt le tudta volna forgatni úgy és olyanná. Egyébként egy híres embernek az édesapja volt a festőművész, ki meg... ki Svábi Lajos festőművész készített itt egy ilyen mindenfajta alkotásokat díszletül de nagyon tetszenek nekem azok a festmények. Tényleg? Ugye, tehát az eredeti egy kis regény, és akkor a képzeletünkbe elképzeljük ezt a vásznat három alakkal, egy hegedülő férfival és két nővel, itt pedig megfestve látjuk, és nagyon jól sikerül, ugye Andorai Péter játsza Halász Petárt, uh -huh. ezt az életművészt, és akkor ő van megfestve ezen a festményen, de ilyen kicsit elmosodott arccal, és nagyon jó a, a, a két nő is mellette, az egész kép az, az méltó megütős. Bár valaki azt mondja, hogy ez olyan, mintha Örkény Balada költészet hatalmáról című novellájából így a telefon így megszólalna, és lehet, hogy akkor ezzel zavarba ejtene bennünket. Hát szoktunk bírálatokat és erényeket is megfogalmazni, de a bírálatokat nem mindig kedveled. Igen, de Ön... ottlikkal kapcsolatban meg szentségtörés is igen, volna. Igen, de itt kérdés, hogy <laughs> ez most Otlik e vagy nem. Szóval, mm. hogy a iskola határon kultuszregény, igen. Kultuszszerző, ottlik Géza, igen. És ez kultuszfilm lett -e? Sajnos, nem, vagy nem, nem sajnos, nem. nem. Viszont az ottlik kultuszt Használja a rendező a film megalkotásával. Lehet, hogy pont ez vált a kárára a filmnek. Hát ilyen nagyon nagy tisztelettel nyúl az anyaghoz. Egyébként, amikor bemutatták a film szemén, azt nagyon nagy várakozás előzte meg. E... Otlik neve miatt is, de uh az -huh. de azért ilyen nevek miatt is, mint Cserhalmi György, Takács Kati, Andorai Péter, Udvaros Dorottya, Hauman Péter, Eperjes Károly, azért ez vár, várja Zavar az ember bajt, ezt a Igen, tehát és akkor nem is tudom ki, Udvaros Dorottyát volt, a Csinkó igen. Lászlót. Igen, szóval hogy, hogy elképesztő névsor. Szóval már ez mindenképpen arra alkalmassá teszi a filmet, hogy megnézzük. Maguk a karakterek, majd mindjárt beszélünk a két férfira, illetve a nőkről is érdemes volna. Operatőri munk. Hát itt, itt látod, látod, látod ezt a képet, micsoda kompozíciókat varázsolt Koltai Lajos. Egyik másikat így érdemes lenne szépen megállítani, és, és kinyomtatni, és a falra helyezni. A, én a hangokat, zajokat, zörejeket is nagyon bírtam, és valaki még a vágásokat is kiemeli, hogy milyen nagyszerűvé teszik ezt a filmet. Én megvallom, őszintén nekem nehéz objektív <laughs> szemmel ránézni erre a filmre, én, mint magam is a otlik kultusz hát áldozata, vagy gyakorlója, <laughs> tehát így ki, ki kéne lépni, de én nem, ennyire nem izgat ez a pozíció, hogy ez gyakoroljam is. Én, azért nagy részről a kultuszról belülről nézem, akkor viszont úgy kéne fölfogni, hogy az ember elolvassa az iskola határon, aztán mondjuk uh -huh. két évente újraolvassa, és iszonyú kíváncsi, mi történt ezekkel az emberekkel. Igen. És ugye a Budát is ezért váltunk, 1993-ban jelent meg az író halála után, az is hasonló uh -huh. csalódást okozott egyébként, mint ez a film is. És ez a film is ezt a, ezt a mitológiát, amely az iskolában lett megalapozva, ezt folytatja, hiszen a két főhőse, BB és Halász Petár, ugye a regényben nem ők a nagy barátság, hanem medve meg szeret uh -huh. vel együtt. Ez egy háttér történet a regényben, egy ilyen előzetes. Itt meg, mintha ki lenne bontva előzetesen picit, illetve a későbbi 50-es évekbeli barátságú. Na, nézzük meg, hogy vajon sikerült-e az Otlik által megrajzolt világ emberi viszonylat atmoszféráját rekonstruálni, Ebben a másik közegben igazából Almási Miklós kérdését tettem föl, de a válaszát most nem fogom ide citálni. A, tehát az iskola határon a hangulatát azt nem sikerült, de ez nem is volt cél. Jó, a, a virá... hajnali Te háztetőknek nem... annak sikerült. Tehát uh -huh. ez a maga a kisregény olvasva is bizarr, az a kisregény. Uh -huh. Tehát ö, egyrészt, ö, hogyha tényleg az iskola a kultusza felől közelítünk hozzá, akkor erős valokat, hogy maga után. Egyébként azonban egy egy másik arcát mutatja meg Otliknak. Egy ilyen, hát, misztikusabb, vagy sejtetőbb, ez talán jó szó, és ez a film is e, szereti a sejtetéseket, nincsenek kibontva teljesen uh -huh. a szereplők háttértörténete. Uh -huh. Most kérdeztél adás előtt, és hát nem mindenre tudtam jó választ adni. Szóval három időségünk van, ha jól éreztem. Mm. Ez a most, halász halála után, a Rákosi rendszerben. Második az a gyermekkor, 12 évesen, és aztán a felnőtt kor közösen halásszal, ugye a horti korszakban, illetve aztán még van egy ilyen plusz, amikor a halásszal a kommunizmus, hát rákosi rendszerben. Négy. Akkor négy időség. De most jöhet a spoiler. Jó, legyen. Spoiler, spoiler, spoiler. Tehát nem hal meg a halász. Tehát mondtad, hogy halász halál után. Igen. Ezt ironikusan, mert hogy értesülünk a haláláról, és hát Minket is megráz, akik ismerjük az iskola történetét, de főképpen Bébét. Nem is azért, mert szerette, talán egy kicsit ennek a sorsnak a befejezetlensége, bizarsága vagy értelmetlensége is megrázza Bébét. És aztán a film csattanója az, hogy igazából nem is halt meg, hanem disszidált. Jaj, de gyorsan lelőtted ezt. Na, szóval, de <laughs> Na jó, hát, de akkor... nem ez a poén, a poént még nem lőttem. Jó, jó. Az első jelenet ugye, hogy utazni fog halász elvtárs külföldre és hát eh, mindenfajta pártember veszi őket körül egy fogadáson, és még banánt is lehetett. Ami azért ami tebe, a rákósi rendszerben nagyon nagy dolog lehetett. Aztán Ferike hallgatja az Egmonnyi tányt, és akkor itt elgondolkodunk, hogy ez most 56 előtt, ban, vagy utána játszódik. Valószínűleg nagyon közel hozzá. Egyébként ez a jelenet, ez ilyen dokumentarista stílusban Aha. van leforgatva fekete-fehér képkockákkal. És aztán eh, hírét veszük, hogy Péter, vagy Petá, meghalt agyvérzésben, és ez a halászpetár halálhíre ez olyan mint a Madlen sütemény illata, mm. hogy beindul valami, egy mondjuk egy hagyatéki történet. És hát a halál az mindig jó alkalom egy kis rendrakásra számvetésre. Persze attól függ, hogy kihalt, meg de akkor is. De jó mondod. És igazából egy párhuzamos életrajzok adják a vázát uh -huh. ennek a filmnek. Tehát kiderül erről a két szeméről, aki nem olvasta volna az iskolatáról, hogy BB és Petár mi, mi már az iskola előtt, tehát tízéves koruk előtt Igen. barátok voltak. Még Sőt, talán emiatt miatta ment abba az iskolába. Igen. Petár egy évvel korábban megy az iskolába, és akkor jön ez a megrázó jelenet. A, amikor a, hát a volt legjobb barátja, az rá se hederít, csak oda bők uh -huh. egy ilyen rövid köszönést, amikor először találkoznak az iskolában. És akkor eszünkbe jutnak a különböző ilyen barátságnosztalgiák. A magyar irodalomban azért van belőle pár gyertyák-csonkigégnek, vagy utas- és holdvilág. Tehát, és én eltűnődtem, hogy hogy mi még szabolcs fiatalok vagyunk ehhez a témához. Vagy a régi barátságok versus mai barátságok lehet, hogy régen elemibb, testvéribb, akár Káin-Ábeli testvéri barátságok jöttek létre. Azért a mi barátságunknak is voltak korszakai. Igen, de ahol, most nem térünk ki. Igen, 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 de hogy ahol tényleg egy bentlakásos iskolában voltak összezárva, vagy esetleg egy börtöncellában, az lehet, hogy egy más típusú. Egyébként pontosan, hiszen mi, te, meg én, mi húsz éves korunk után találkozunk. Itt azért nagyon fontos, hogy a gyerekkori barátságok megmaradnak, még akkor is, ha valaki ennyire különböző személyiség, mint Petár és Bébi, és nem csak a személyiség különböző, hanem a történelmi választásaik is különbözőek. Bocsánat, itt teljesen, igen, abszolút elgondolkoztam azon, hogy az én barátságaim hogyan alakultak így az elmúlt 30 évben. és hogy a régi barátokkal mi lett, és hogy mennyire tartom velük a kapcsolatot, és hát azért nagyon ritkán intenzív ez a kapcsolat, tehát vagy már nagyon régen távolra szakadtunk egymástól, vagy találkozom velük, de csak udvariasságból, vagy szóval, hogy az már nem az a nagyon szoros lelki kapcsolat. Többféle barátság van, igen, tehát a, a jelenkori barátaink az, akikkel hát a, a mindennapi problémáinkat, vagy kérdéseinket próbáljuk mélyen megvitatni. Itt ez egy olyan barátság van ábrázolva, ahol az életnek a forduló pontjain fordulnak egymáshoz. Tehát amikor szakítani akar, vagy összönni akar, vagy házasságot köt, vagy megcsalja a feleségét, vagy a felesége csalja meg őt, ezekben a pillanatokban találkoznak és beülnek, és félszavakból értik egymást. Karján Tamást idézem, szerelmek, szeretők, feleségek, adott, vett és tovább adott nők, feltűnő és eltűnő barátok, évfolyamtársak gyűrűjében, e két férfi lelki kapcsolata, a hajnali háztetők igazi tája, hozzátéve, hogy Bot Benedeknek van kapcsolata saját lelkével. Halász Péternek nincs kapcsolat a saját lelkével. Így van, ez a Petár, ez egy furcsa alak, és akkor itt, itt, példázatossá, említettem a példázatosság szót a beharangozásban, példázatossá válik a film, a kultusz hatására is, ami valószínűleg negatív irányba befolyásolja az esztétikai élvezetet, de az is lehet, hogy elfogadjuk példabeszédként, na, mindenestre a BB, ő a tisztességet választó művész, zsarnokságban is. At uh, Petár pedig az az ember, aki minden rendszerben megtalálja a számítását kis tiklikkel, és a kommunizmus is egy ilyen rendszer, és a film végső nagy csattanójában magukat a, az Eftársakat is átveri a palánkra. És, és akkor és innentől kezdve lesz egy csomó-csomó kérdésem, nem tudom, hogy már most hozzam e Még azelőtt nyilván szól a film a hatalom és a művész viszonyáról. Főleg akkor látjuk leginkább, amikor ezt a képet rendelik. Ö, ö, BB-től. Nem hajlandó befejezni Matalan ezt a képet. Vár, elvár, nyom, elnyom, ígér tízezer forintot, óriási összeg, főhősi meg valakodik. És megjelennek a lakásán az ávó képviselői Rajhon Ádám és Eperjes Károly, és Eperjes egy csodálatos mellékszerepben azt a figurát hozza, aki egy elnyomó rendszernek a képviselője, de igazából egy jóra való ember, ugye vízvezeték szerelő, gyorsan megjavítja a toalettet. Ha, és aztán ott van a vád, ami nem is tudom, hogy azért kell a vád, hogy végre elkészítse, vagy ez ettől teljesen függetlenül. Tehát ugye azt mondta valaha a BB halászról, hogy csirkefogó Kírkefogó. jellemtelen gazember, <sínt> és egyrészt ez nagyon vicces, hogy most én miért nem mondhatnék mondjuk róla ilyet, és akkor ezt majd a hatalom felhozza ellenem, hogy én róla, de hát mi azért ennél Jó, szorosan. de Pé Halász Péter elvtárs fontos elvtárs. És akkor nem lehet ilyet mondani. <sínt> teljesen. De és nagyon jól mutatja a rendszernek <sínt> ezt a mindenhová beszüremkedő totalitását, és, és akkor olyan a kérdés, hogy igaz az, amit BB mondott? Egyrészt talán igen. Már akkor is igaz, amikor mondta. Nyilván ő ilyen nőügyeire gondolt főként. És akkor itt jön arról is majd beszéljünk, tehát szerinte, BB szerint igen, a rendszer szerint nem, vagy szerinte igen, és a rendszer szerint is igen, de hogy ezt mondtad, a halász elvtárs mi elvtársunk, és tök vicces, hogy itt jön a fordulat, hogy a rendszer számára akkor válik nyilvánvalóvá, hogy halász csirkefogó, vagy jellemtelen, amikor kiderül, hogy, hogy mégse az ő elvtársuk átverte őket, innentől viszont fentebről megkérdőjeleződnek ezek a vádak, és nem lehet, hogy Halász Petár végig úgy volt csirkefogó, mint a Casablanca Rikje? És fölfele igen, de, tehát, igen. <laughs> Jó, hát, most igen a Igen, hát igen. Vagy akkor le... Rikket lefelé. Nyilván tömeggyilkosságot nem követett el, együttműködött, kollaborált a rendszerrel, és százával gyártotta a, a Stalin meg Rákosi képeket. Hát de szerintem utána azért, a, a, az, hogy utána fogja magát, hogy egyik záró jelenet, és mossák le a képekről. Hú, spoiler, spoiler! Stalinokat, Rákosikat, és ott vannak az igazi. <laughs> modigliani képek. Festmények. Ugyanis ez a filmnek a poénja, most mi az adásunkat nem erre a poénjra vezetjük ki, eh, hanem eljutottunk eddig, tehát ő, eh, ő, maga is tudta, hogy ő egy középszerű, vagy annál is alacsonyabb szintű alkotó, eh, eh, kiviszi kiállításra a saját képeit, és kin kiderül, hogy lemossa őket, tehát tulajdonképpen az életművét egy ilyen zavaros, zagyva tócsává változtatja, eh, mert hogy alatta van az igazi érték, ő csempészte az értékes képeket kifele, amiből új élet Kezdhet. Hmm. A nőkről beszélnél egy picit? Vagy nagyon hosszan. Milyen nők ezek, mi a szerepük? Hát, három nő van, az hmm. egyik az a élettársa vagy felesége bébének, akkor én ezzel kezdem. Te Takács Katalin a többiről, mert azért, által alakított Márta. Ezért te is tudsz a nőkről beszélni. Igen, tehát hogy Márta alakját a, ekkor még meg nem jelent Buda regény kéziratából emelik át ide, és írnak hozzá új történetet. Ő, ő az a feleség, azért a bébé sem egy szent, most leegyszerűsítve mondtam, tehát ők rettenetes sokszor szakítottak Mártával. Uh -huh. A háttérben egyébként ott Ligézának, Debreceni, gyöngyivel való házassága áll, uh -huh. ami amelyet rengeteg sok napi, napi nagyon sok veszekedés fémjelzett. A, visszatérve a filmre, valami 17-szer, ezen is összevesznek egyébként, hogy hányszor megmentette a Márta a BB-nek az életét. Tehát ez egy olyan kapcsolat, ami valahol mélyen zajlik, a felszínen nem működik, és a történelem újra és újra összehozza őket, mert hogy egymás életét mentik. Hmm. Sok minden szép itt ebben az egészben, de hogy mégsem, mégsem válnak el, mégis együtt maradnak, persze ez más szempontból akár megalkuvás is lehetne. Jó, de én azért olyan házasságra vágyom, ahol a mindennapokban sincs messzekedés. Tehát egy nagy, mély, jó de ezt nem összetartozás. Megúszni. Hát sztoicizmust ajánlunk mindenkinek, magamnak is ezt ajánlom, meg a é, é, leendő feleségemnek is. Tehát igen, tehát, de meg lehet úszni. Tehát önuralom, hogyha már, hogy egy hála van a szívünkben azért, hogy itt van a másik, és hogy velem van, akkor nem fog fönnakadni azon, hogy körbe törölte a mosogatót, mosogatásot. Mm. Jó, E, aztán itt van Alice, az akkoriban nem csak hogy Magyarországra költözött, de hát bizonyos, hogy magyarra lett, e, Dér Denisza, hmm. ő 85-ben költözik e, Csehszlovákiából, mert hogy ő Denisza Kucserova néven lett anyakönyvezve, és de ő jep. abszolút szlovák, és aztán később a Dér Andrásnak lesz a felesége, mármint, hogy ekkoriban. Na és ami érdekes, ő alakítja Aliszt, és itt van Lili, akit udvaros Dorottya alakít. Ő egy utcanő. De nem akármilyen, illetve ahogy írja ottlik a műben, hogy a a raguzába, ugye továbbképzőnek becézték, ide jártak a jobbfajta négy-öt pengős utcalányok, hogy tíz pengőssé emelkedjenek. És olyan érdekes, ahogy, hogy mindenki ezek közül a lányok közül próbál feljebb és feljebb mászni és szippantani, és van akinek valamennyire ez sikerül. Végül is Lilinek sikerül. Írják uh, valahol róla, hogy csak egyetlen nő marad, életében, mármint Petár életében, Akivel képtelen játszani, Lili, talán ő irányítja ezt a kiismerhetetlen bolyongót. Jó, de elvenni is képtelen, mert nekem úgy tűnik, hogy miután együtt emigrálnak, utána is csak a házvezetőnője marad, legalábbis így hivatkoznak rá, akik találkoztak velük, és nem a felesége. Aha. A közben egyébként, tehát Alice kegyeiért BB és Petár együtt versengenek, vagy persze ez egyenlőtlen, inkább egy távoli szerelme BB-nek, de végül Petárnak jut a de ez nem ront semmit az ő barátságukon, el is veszi feleségül, és el is válik tőle. Tehát az egy ilyen lezárt íve a történetnek, és hát hozzá kötődik a film legfontosabb jelenet. Csak nem az ablak párkányos, vagy erkély jelenetnek is hívhatjuk. Az azért nagyon furcsa, nem tudom, te mit reagálnál, ha feleséged egy másik férfival félrészegen bezárkoznék a buliban egy szobába. Gondolom ugyanezt, mint Petár. Igen. A... Na és akkor ő fogja magát, és akkor kint átsétál, most persze kijön. A... nem betöri az ajtót. Ki a ki jó, jó, kimászik kimászik. Igen, 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 igen. Azért ez őrület. Na most persze kérdés, hogy mennyire áll el a lélegzetünk nekünk nézőknek. Valószínűleg kevés volt a pénz. <laughs> és... de, ragyos, de, nem, tehát, hogy, hogy itt... itt... Csúcsjelenetet elemezzük éppen. Igen, de hogy szerintem nem jön át csúcsjelenetként. Ez csúcsjelenet hmm. lehetett volna. Persze erről vannak beszélgetések, hogy az ottig se ragaszkodott ahhoz, hogy ez átmenjen ilyen akrobata mutatványba. Ez so Jól Tehát elkezd mászni a párkányon, így van filmesen ábrázolva, aztán vágás, és bejön az ablakon. És még azt írja valaki hozzá, Tarján Tamás, hogy a tedben, amelyet végsősorban a gonoszság provokál. Nincs benne a vakmerőség méltósága, se az ostoba bátorság fitoktatókra, se a cinikus fatalistákra, se a sorsrészek sarkadi imrékre nem gondolunk. Most ez persze lehet kritika, meg nem kritika. Engem azt fogott meg, hogy a nem a regényben is nagyon visszafogott ez a leírás. Tehát ez hű a regényhez. Aha. Nem, nem ez... ettől áll a lélegzetünk, hanem utána sétálnak az utcán és beszélnek attól áll a léleg... lélegzetünk. Annak, hogy nem az a lényeg, hogy átmászott, hanem hogy, hogy látott, mit látott, mit láthatott volna, nem? Így van, tehát valószínűleg ez a Petár is egy művész, valahol mélyen mindannyian Aha. művészek vagyunk. É, ő azonban egy olyan művész, és már említettem az életének az értelmetlenségét, bár nem könnyen osztogatom ezt a jelzőt, de valószínűleg a film erről szól. É, tehát ő megpillant valamit, amit senki más. Te se pillantottad, Nagy Gyula, én sem, bébésem, a nők sem, ő megpillant valamit, és egy gyönyörű, a Magyar Irodalom egyik gyönyörű bekezdésében leírja, hogy Budapesten, nem tudom, sipol a vonat, meg megcsillan a fény, de olyanokat ír le, amiket biztos, hogy nem látott, most hadd legyek cinikus. Tehát egy párkányon lezuhanás előtt állsz, és be vagy tojva, akkor nem tudod, hogy a kelenföldi pályaudvaron hogyan mennek, de mégis megérez akkor, hogy ő valamit Budapestből, a hajnali ház a hangulatát. És akkor nyilván itt eszünkbe juthat a hajnali részegségnek a. Jól mondod, másos Igen. És akkor Petár, ülj le a popsidra, és írjál verset, regényt, csinálj filmet, fesd meg. Ö, olyat láttál, amit senki más, és még gyönyörűen el is mondod, de nem. nem Petár, az minden. nem ez az alkat. Ő az az alkat, aki a saját életművét lemossa, mert az alatt vannak a csempész csempészfestmények. <laughs> uh -huh. A filmet nézve időnként rádöbbenünk arra, hogy milyen, milyen kimerítő lehetett folyton alkalmazkodni a különböző Rendszerekhez, rendszerváltásokhoz, ha még háború jött, akkor ahhoz is, vagy forradalomhoz. A feudokapitalizmusból kapitalizmusból lesz, feudokommunizmus, kommunizmus, aztán feudókapító kommunista rendszer, hogy elnejussunk a rendszerváltásig, bár ugye annak hajnalán születik a, a film. Nekem egyébként volt egy ilyen gondolatom, hogy maga a festékmosás, az olyan, mint maga a rendszerváltás is, nem. Hát gondoljunk a Blaha téren a korvináruházra. Igen. Nem? De jó. Vége van a kommunizmusnak, leszedjük azt a alumínium marhaságot. Ami is volt ott. <laughs> Igen. Mit, mit, keresett az? És, és hogy mióta 30 éve De már ugyan, le lehetett volna venni? Ugyanígy a Beregszászi zsinagóga, amit ilyen alumínium hullámizével vette körbe a kommunisták. Vége a kommunizmusnak, leszedjük, és ott van a gyönyörű ilyen, nem tudom, neoklasszikus épület mögötte amit hát megőriztek, és nem megsemmisítettek. De ez milyen pozitív, nem? Tehát van egy ilyen pozitív védő álcája ennek a rendszernek. Vagy a rendszerben ott vannak ezek a sinkó Lászlók, akik azért mégiscsak tudják, hogy mi az érték? De jól mondod, tehát egy ilyen önkritikát érez az ember, én két jelentet gyorsan kiemelnék, az egyik az a nyugat újraindításának jelenete. Ott valóban része volt oh, annak, oh. hogy a háború után újraindítsák a nyugatot, és a, ebben a jelenetben, ezt egyébként a prózacímű elbeszélés kötetből, vagy prózakötetből ebben, emelték át ide ezt a jelenetet. Ott a, a lelkes írók művészek magyarázzák, oh. hogy ez a szellemi Magyarország, egy szovjet megszálló tisztnek magyarázzák, adjon pénzt a nyugat, vagy engedélyezze a nyugat újra, és a tolmács lány ezeket a magasztos gondolatokat próbálja orosz nyelvre átültetni, de hát olyan gyorsan beszélnek, meg annyira magasztosak ezek a gondolatok, hogy föladja és hírva távozik. Itt azért fölcsillan ennek a lefordíthatatlansága, vagy kommunikálhatatlansága, és hasonló a másik jelenet, a, 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 még a legelején a liftel fölemelkedés, a, egy lifter mennek jaj, a lakásába bébének, a, a földszinten milyen zene szól, Várjunk, van komoly zene is ott, meg az a zene is. Jó, igen, de alul a mozgalmi indulók vannak. vannak. Ja, igen. Megy fölfele, a ilyen operettek és sanzonok, és fölül, jól mondod, a tetőtérbe érünk, ahol találkozunk az íróval, meg a festővel, és ott a komoly zene szól, vagy ott van az Egmond de, mondták. hogy de hogyan változnak ezek, és pont ez, hogy egyszerre fogyasztják az abszintot, meg a tojásnikört, és ott vannak ezek a könnyű nőcskék, de ugyanakkor meg a cigányzene is szól, meg a nóta, tehát ez az értékeknek a különféle keveredik. Van még jelenet, amiről szeretnél beszélni? Nem, de ez kiábrázolja a filmet valószínűleg. Nem tudom, hogy ez jó üzenet, vagy rossz üzenet, mert csak 16 évet éltem a totalitáris diktatúrába, de, és szerencsére az a gyerekkorom volt pont. Minden Ottlik arra buzdít, és a saját élete is ebben példázatszerű, ezért is alakulhatott ki körötte kultusz, mert ő az, a, és az iskolatáron ennek a regénye főként, hogy a belső szabadságunkat hogyan őrizzük meg a zsarnoki elnyomó keretek között. Semmi áron nem adnám oda gyerekkoromat egy boldog gyerekkorért, nem szeretném, ha csupa-csupa boldog gyerek nőne fel ezentúl, olyanok, akik meg sem érthetnék az én gyerekkoromnak, vagy egyáltalán emberi életünknek a szomorúságtól gyakran elválaszthatatlan szépségét. Úgy tűnik, hogy Ottlik rendet teremt, ezért figyel fel rá a Péterek nemzedéke, Balassa Péter, Lengyel, Lengyel Péter, Eszterházi Péter és mások azt mondja, hogy az, az alatt a néhány évtized alatt, ugye Antal József mondta, hogy lemerülök és kibekkelem őket, a, az ember őrzi a belső integritását, ha tetszik, akkor elefántcsontoronyba, a fellegvárba menekül, ahol az értékek a helyükön vannak, és ha vége van ennek a, a sárkorszakának, hogy az iskolatár egyik fejezet címét idézzem, ugye sár és hó, akkor elő, teljes fegyverzetben lehet előpattanni. Érdekes, hogy ott ezt nem érte meg, mert 90-ben a rendszerváltás évében meghal. A nagy filmről beszélgettünk, ami eddig az ottlik életműről elkészült, várjuk és az iskola határon elkészültét is, ez pedig a Hajnali Ház, tők, dömöki János, 1986-os műve. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pászabolcs vagyok. Én pedig szűnyi László Gyula.